Köszöntöm Önöket, kedves nézőink! Sportról beszélgetünk. Ma is asztaltársaságunk sajnos nem teljes, mert Pető Dávid kollégánkat elszólította a kötelesség, de hát így most hárman próbáljuk ebből a helyzetből kihozni a maximumot. Fazekas Zoltán, a Nemzeti Sport újságírója. Szia! Szia! Köszöntöm a nézőket! És Varga Csaba, az Új Néplap. Sziasztok! Jó estét kívánok! Múlt héten ugye Zoli nem voltál, és azzal köszöntünk el egymástól, hogy majd hallunk tőled egy sepsiszentgyörgyi élménybeszámolót, ami részben egy úti beszámoló, meg részben sportbeszámoló, mert hogy a szekszárdi női kosárlabda csapatot kísérted el. Hát a Sepsiszentgyörgyről kevesebbet tudok mesélni, mert ott csak a meccseket játszottuk, vagy játszották a lányok, és ott edzettek. Amúgy onnan egy 30 kilométerre fekvő Kovászna nevű kis városkában laktunk egy négycsillagos szállodában, és akkor onnan jártunk át. Hát Erdélybe én mindig szeretek menni, mert részben a származásom miatt is. Nagyon szeretett, gazdag környezetben voltunk, nagyon barátságosak voltak a helyiek velünk, még a mondhatni az ellenfél vezetői is, hiszen az egyik csapat ugye a Sepsiszentgyörgyi volt, a másik pedig a török kájzeri. Ugye a Sepsi rendezte a tornát, éppen a szekszárdiakorra hoppolták el a megrendezését, és nagyon szerettek volna bejutni az Euroligába. Ugye ez most változott ebben az évben, eddig egy oda-visszavágó selejtezővel lehetett bekerülni ebbe az elitligába, most két-hármas csoport volt. És hát mondhatni, hogy a magyarok nagy szerencséjére területi elven osztotta el ezt a két-hármas csoportot a FIBA, a Nemzetközi Szövetség, tehát így került ezzel a törökkel és ezzel a romániai csapattal egy trióba a szekszárd, a másik trióban volt egy Szkió, egy Velence és egy Valencia és egy Burs, tehát jóval erősebb volt az a trió. A meccsekről inkább ne beszéljünk, mert mind a három csapat borzasztó gyenge formában volt még, akár a felkészülés miatt is, akár azért, mert még nem játszottak tét meccset ugye ebben a szezonban. Úgyhogy hát klasszikus földharc és sok hiba, de szerencsére ugye ebből az első meccsen azért a szekszárd dominált, és akkor 10 ponttal tudott nyerni, a másodikon pedig a Sepsi behozta X-re a meccset, és akkor jött egy hosszabbítás, és akkor így tényleg drámai módon és felejthetetlen módon sikerült nyerniük, és ezzel jutni be az Euroligába először fennállásuk során. Ugye itt ennél a klubról azért azt kell tudni, hogy a 2015-ben egy új időszámítás kezdődött, akkor a Zsejko Gyokics odaérkezett edzőnek, és hát onnantól kezdve ugye történelmet írtak folyamatosan, először magyar bajnoki döntőt játszhattak, megnyerték a magyar kupát, aztán megint bajnoki döntőt játszhattak, aztán Euroliga selejtezőt játszhattak, aztán Európa kupába bronzérmesek lettek ugye idén, és most feljutottak a csúcsra jelen pillanatban, de hát borzasztó nehéz lesz nekik ebben a sorozatban. Ugye 8 csapatos csoportba kerültek, rengeteg utazás, rengeteg mérkőzés, és szinte csak jobb csapatok, és tehetősebb csapatok, tehát ettől függetlenül hatalmas élmény volt, nyilván a helyiek szomorúak voltak, mert ők is arra számoltak, de nagyon sok szülő eljött, a játékosok szülei, tehát a meccs végén ott gyakorlatilag még egy óra hosszáig a csarnok előtt ott egy örömködés volt, és táncoltak a lányok, meg a szállodába is reggel 5-ig ment a bulizás. Úgyhogy hiszen a legtöbb játékosnak ez most egy teljesen új terület lesz, soha nem játszhattak még ilyen magas szinten, ugye. Ezt csak azért érdemes kihangsúlyozni, mert ott egy Sopron például, ami évek óta ugye standard euroligás, és már ezüstérmes is volt, tehát hogy ami máshol természetes, az ugye mondjuk szekszárdon nem az. Úgyhogy hatalmas élmény volt, volt olyan, hogy lerobbantunk az autóval, és kereket cseréltünk a hegyoldalba. Úgyhogy konvojba mentünk, hát rengeteget kellett megállni, meg volt olyan, hogy belénk kötöttek román foci szurkolók az egyik parkolónál, és hát nem sok híja volt, hogy valami balhé legyen. Szóval felejthetetlen élmény volt jó időben először, aztán utána hirtelen beköszöntött a majdnem tél, és ilyen nappal 4 fok volt, éjszaka meg 0, úgyhogy az már egy kicsit érdekesebb volt, de hát
nagy élmény volt, és most kezdődik az igazi utazás számukra azzal, hogy 6-án Velencén pályára lépnek először fennállású során az Euróligában. Köszönjük szépen. Maradunk a kosárlabdánál, ugye elkezdődött a férfi magyar bajnokság egy Szeged elleni hazaival és egy Paks elleni idegenbeli meccsel, két ellentétes meccsel. Két ellentétes volt, igen. Bár ugye csak a statisztikát, tehát a full court rendszert követtem én is, a paksi meccs már pontosabban ugye a Szexádon lejátszott Paks elleni mérkőzésen, de hát igen, a Szerdán azért kellett egy kis szerencse, de nagyon küzdött a csapat. Ott inkább a küzdelés lehetett kiemelni, tegnap viszont a játékot is. Én azt hiszem, hogy talán egy fordulópont lehetett volna, amikor 47-52-re feljött az Atom, addig vezettünk 10-15 ponttal, ott lehetett volna egy fordulópont, de akkor jött Bazim és beverte a hármasokat, tehát innentől már biztos volt, tehát még már utána 12 pont lett, 15 pont lett, lassan 20 pont lett, tehát nem volt miről beszélni. Uh-huh. Ugye erről, hogy miért játszik a Paks Szexárdon, arról nekünk is van ugyancsak felejthetetlen élményünk a beázó sportcsarnokról. Egyébként azt, ha jól tudom, akkor azt 86-ban adták át, akkor én még bőven általános iskolás voltam, és én még játszottam akkor abban a hú, de nagyon új sportcsarnokban, hogy akkor is ugyanúgy, ugyanott beázott. Hát a Szexárdi nem ázik be, ezt tudom bizonyítani. Sok meccsen voltam. Nyilván ez egy nagyon, nagyon rossz helyzet a Paks számára. Tehát nem csak az, hogy egy új csapat van új edzővel, hanem az, hogy át kell egy másik városba edzeni és meccset játszani. De ahogy én láttam, ugye az első bajnokiukon a hosszabbításra. Igen, ott állítólag meccslabdájuk volt az utolsó másodpercekben. Ugyanígy, mint itt a Szegednek. Úgyhogy hát nyilván nem kívánom nekik, hogy mindig kikapjanak, mert de nagyon nehéz dolguk van ezzel, hogy most két vereséggel kezdték a szezont, mert így azért sokkal nehezebb csapatot építeni. Nyilván az Olaj győzelmének örülök, én azt láttam, hogy végig magabiztos vezetés volt. Ami számomra meglepő volt a Szegedi után, bár azt nem láttam, hogy azon a Csabi volt, de hogy nyilván nagyon döcöghetett a játék. Hát döcögött a játék, inkább a küzdés volt mindkét oldalon, voltak jó teljesítmények. Tegnap például egy a horvát irányító, a Rogic, az első fél időben az ő vezérletével szereztünk 10-12 pontos vagy 15 pontos, így a szünetben 10 volt, de nagyon jó játszott, jó volt a statisztikája, nem csak pontokat dobott, gólpasszokat is adott, tehát úgy tűnik, hogy ő már kezdi feltalálni magát ugye, ebbe a játékba, de hát nem lehet csodálkozni, így a Szerdán játszottunk a Szeged ellen, és a Rogic azt hiszem szombaton érkezett, igen, szombaton. Túl sok edzésen nem vehetett részt. És a következő fordulóban meg egy Falkó Olaj. Az úgy lehet, hogy sok mindent helyre tesz? Hát én azt gondolom, ez lesz az igazi fokmérő. A Falkó ugye szenzációsan kezdte a szezon, tehát tönkreverték a Pécset és az Albát is idegenbe, utóbbi az... Az a 32 az, pontot igen, azért... Igen, az nagyon-nagyon nagy fegyvertény. Igen. Bár nyilván tudjuk azt, hogy az Albából egy alapember kiesett, ugye nem sokkal a szezon kezdet előtt, de úgy tűnik, hogy a hat magyar válogatott az nagyon jó muzsikál, úgyhogy hát nyilván az Olaj jobban fog védekezni talán, mint sem, hogy 100 pontot kapjon hát, a Falkótól. De az biztos, hogy ez majd megmutatja, hogy akkor most hányadán az ez a csapat. De én azt gondolom, hogy nyilván sok múlik azon, hogy a Solánóval mi lesz. Tehát, hogy a Rogicot nem láttam még játszani, a Solánót láttam. Ő meg lehetne az a plusz a Szolnoknak, ami hiányzott az előző szezonban. De hogyha esetleg nem úgy gyógyul meg, vagy valami nem gyógyul meg, akkor lehet, hogy a Rogic marad, akkor egészen mást fog játszani a csapat. Én az eddigiek alapján azt gondolom, hogy az Olajjal számolni kell a végén, de hogyha tényleg egy szoros, kiegyenlített meccset tud játszani Szombathelyen, akkor ez megerősítést is nyer. Csaba, szerinted? Hát kemény lesz, tehát ezzel az Alba nagy erő demonstrációt tartott, hogy vagy a helyesebben a Falk, hogy 32 ponttal nyert az Alba otthonába, tehát az Fehérvárra nem győzni járnak az ellenfelek, meg nem 32 ponttal, meg így a Pécset is nagyon simán, bár
A Pécs most kicsit vékonynak tűnik, Dragan Aleksics csapata, de hát majd nyilván ők is összeszedik magukat. Hát nem lesz egy egyszerű, mert már is nagy formában van a Falkó, meg nyilván már kellő önbizalommal akar utazni majd a BL mérkőzésekre is. Tehát érdekes, most ez szerintem szoros lesz. Bármi előfordulhat, mint hogy tavaly is tudtunk nyerni, meg szoros meccseket játszottunk még amellett így a Falkó otthonába. És ugye emlékszünk, a döntő negyedik meccse az nekünk állt, tehát ott akkor már inget hirdetnek bajnoknak, hogyha ott... Hát igen. Igen, jó, de hát az már múlt, tudom. De azért most is nagyon jól összekapta Gáspár Potocsnak a csapatot, tehát szerintem szoros meccset fogunk ott játszani. Mert én néztem ezt az Alba-Falkó meccset, és nekem olyan érzésem volt, hogy itt a Falkó tényleg erőt akar demonstrálni, hogy üzenni a többieknek is. Igen, igen, igen. Ez az eredményből is. De az teljesen benne volt, hogy az Albát amennyire csak tudják, orba akarják verni. Tényleg ilyen volt, mert a most Fehérváron vezet 15 ponttal, az is elég ahhoz, hogy nyerjél, tehát nem kell arra még rá dobni még egy lapáttal. De Konakovék úgy látták jónak, hogy ebből hozzák ki a maximumot. Sok lett a vége, igen. Sok. Váltsunk sportágat, menjünk át az uszodába. Jó, vízilabda meccsen voltunk szombaton, te amennyire tudom. Nem? Már harmadszor a Kaposvárral játszott a szolnoki csapat, lehet, hogy már unták is egymást, de megint egy sima meccs lett a vége. Igen, Zsipko Gotocsnak nem tetszett, hogy ott 9-3 után leállt a csapat, meg 10-4 után. Ugye, ő nyilván nem azt mondta, hogy most ki kell ütni a Kaposvárt, hanem ezt a játékot tovább vinni, de ez úgy nem sikerült, mondta, hogy egy kicsit fejben is, meg fizikailag is elfáradtunk a második fél időre. Nyilván semmi nem veszélyeztette a győzelmet, tehát így is 6-tal nyertünk, ugye? 15-9-5, igen. 6-tal nyertünk, de mondta, hogy a másik fél időben többet várt a csapattól. Sőt, Jansik Dávid is azt mondta, hogy nagyobb különbséggel szerettek volna győzni, meg kevesebb gólt kapni főként. De hát ez most nem sikerült, most nyilván van egy kis idő készülni, ugye a legközelebbi meccs 5-én lesz, ugye október 5-én Szegeden, utána még lesz egy BL selejtező. Hát úgy van, 8-9-10-én, ugye itt a vízilabda arénában. Ha itt lesz. Te már teljesen biztos, hogy itt lesz, mert ezt tegnap este ki is sorsolták. Igen. És a C csoportba került a Szolnoki Dózsa, Vujjágmeni, Szavona és Jadran Hercegnovi lesz az ellenfél. Nem könnyű. Nem könnyű. Ugye egy görög, egy montenegrói. Meg egy olasz. Szavona azért az... Nem tudom, a Szavonában játszik a Rosszinak a fia? Marco Rossi fia? Nem tudom, majd kiderül, hogyha itt lesz apuka. És... majd megkérdezzük az apukát, mert ugye azt tudom, hogy valamelyik olasz csapatban, amelyik tavaly épp a BL selejt, az ön elbukott egyébként. Hát akkor könnyen lehet. De az biztos, hogy ezek nagy meccsek lesznek. Tehát a Szolnok rendező torna? Igen. Uh-huh. Igen, pontos idő, meccs időpontokat még nem tudok, de ez is viszonylag friss hír, mert ugye most szombaton értek véget a Podgoricai... Sőt, vasárnap. Vasárnap? Az OSC, igen. Az OSC ugye Podgoricán volt, 100%-os mérleggel jutott tovább. Szerintem nagy meccsek lesznek. Hát 8-9-10. Azért a görög csapatok, a Vujjágmeni, igen, erős csapat, Olimpiákos után következik a görög bajnokságban. Hát meg nyilván, hogy akikkel most az Olimpiákos feltöltötte a keretét, a horvát kapus Bicsánnal, a Funtulisszal, aki a Fradiba játszott, a Filip Filipovicsal, aki itt játszott, és hát nyilván akkor három görög játékostól ők elköszöntek, és ez a három hova megy? A Vujjágmeniben nyilván, mert ez a második számú csapat, úgyhogy ez... Igen, és egymás után három nap, három nagy meccs, tehát kemény lesz. Kemény lesz, és ugye két csapat. Meg kell nyerni, ugye? Hát, azt hiszem kettő. Tovább. Kettő. Az azért jó, ha megnyered, mert akkor a másik play-off három csoportból is kettő jut tovább, és akkor a play-offban már te vagy a kedvezményezett, tehát a visszavágót játszhatod otthon. Uh-huh. Bár ezen a szinten már majdhogy nem teljesen mindegy. Hát az uszodák világában azt szokták mondani, hogy olyan nagy jelentősége nincs a hazai pályának, hazai medencének, mint például egy kosárlabdában. Hát az egy Fradinak szerintem van. Na jó, igen, de ugye a Fradi meg főtáblás, de én nagyon bízom benne, hogy a play-off egész biztosan eljött a csapat, és utána a főtábláig is. Ez majd 10-én este délután kiderül. Focizunk? Focizunk.
Szolnok Kecskemét? Az megint nem tudok érdemben hozzászólni. De kint voltál, Csaba? Nem, én NSO-nak valakinek szerkeszteni is kell, ugye Balázs volt kint tőlünk. Hát azt mondta, hogy kifejezetten jó mérkőzés volt. Én is csak jókat hallottam. Érdekes, erről. Izgalmas mérkőzés volt, változatos, sok helyzet volt, 4 gól volt. Mind a kettő nyerhetett volna, még a 92. percben is volt kecskeméti helyzet, előtte 2 perccel szolnoki helyzet. Igazságos, döntetlen. Tehát akkor, és ahogy látom, ezer valahány, tehát ezer fölötti... Ezer néző, igen, annyit írt a Nemzetes Sport is, hogy... Tehát ezer... úgy érdekli már az embereket, hogy szeretne igen, meg odajárni. Azt hiszem, tegnap olyan kifejezetten jó, kellemes... Meccsidő volt. Meccsidő, meccsnézési idő. Játékosok is jól érezték magukat a pályán, de hát nyilván szolnoki szurkolók akkor érezték volna még jobban magukat, ha nyer a csapat, mert ráfért volna már egy győzelem a csapatra, de hát... Mondjuk azt hiszem, egy nagyon jó Kecskeméten ez a 2-2 nem olyan rossz eredmény. A Kecskemét ugye újonc csapat. Igen, újonc, jól erősítettek, meg eddig is jó paszban vannak, ugye Vasassal is ihleltek, tehát több győzelmük is volt idegenben és otthon is. Jó, hogy több meccset játszottak, meg többen elcserélték velük a pályaválasztó jogot, pont azokkal a csapatokkal játszottak, akiknek a stadionját építik, vagy a füzes pályájukat felújítják, tehát azt hiszem 4 meccset már, vagy 5 meccset már otthon játszottak. Mm-hmm. De szerintem ez egy jó eredmény. Így szerdán megjön a Budafok. És még annyit erről a Kecskemét meccsről, hogyha jól tudom, és azt a, lehet, ezt az infót a fiattól, Balástól szereztem, hogy 10 éve játszott egymással ez a két csapat legutóbb bajnoki meccset, akkor még NB1-es volt. Akkor még NB1-es volt, igen, igen, mindkettő NB1-es volt. És akkor szerdán a Budafok ellen? Hát jó lenne végre nyerni. Ugye? Igen. És a Budafok is ugye, szeretne visszajutni, de hát se a helyezésük, se a játékuk egyelőre nem azt mutatja, hogy főesélyesek, bár a Vasas is tegnap 3-1-re kikapott Győrben, tehát. Az a Diósgyőr is, bocsánat, egy ilyen meglepetés, döntetlen 2-0 egyenlített a még nyeretlen Békés Csaba otthonában, tehát nem nagyon remekelnek az igazából esélyes csapatok. Valaki mondta ezt a szezon kezdete előtt, ugye, hogy nem biztos, hogy a két tuti esélyes fog följutni a végén. Így ami meglepetés, ugye a Szombathely a Haladásnak a játéka, hogy kevés gólt kaptak, és elsően állnak, és nyilván ott majd visszatér a közönség, ott nagy foci kedvelő, ott is ugye a foci mellett a kosár, vagy a kosár mellett a foci, de nyilván sokan lesznek a mérkőzéseken. Jó, legyen így. Akkor a Falkó meccs, mondtad, hogy ugye tévés meccs lesz. Igen, az tehát M4-es. Akkor még el se kell menni Szombathelyre, tehát otthon is kényelmesen le lehet ülni. Persze, de aki akar, az hogy menjen. Nyilván senkit. Aki akar és tud. Senkit nem akarok én erről lebeszélni. Igen, nagyon hiányozni fog a szurkolás, biztos sok néző lesz Szombathelyen, mint ahogy szokott lenni ugye a Falkó olaj meccseken. Az örök és megbonthatatlan barátság a szurkolótáborok között. Igen. Igen, meg abban bíznak így az olajszurkolók, hogy a körmendiák, nem tudjuk, hogy a körmend hol játszik, de a körmend messzi van idegenben, akkor ők átmennek. Ők majd segítenek az olajnak. Igen? Ők majd segítenek. Ez még megvan, utóbbi években már, mint hogyha a körmend olajbarátság azurkék egén is láttam volna a viharfelhőket. Szerintem megbomlott az utóbbi években, volt egy-két balhé. De egyébként érdekes, hogy a körmend is jó rajtolt 2 idegenbeli győzelemmel. És az azért, ugye mindenki egy kicsit olyan a körmend, hogyha a légiósok jók lesznek, akkor lehet, hogy valamennyire becsúsznak a 8-ba, vagy mit talán, de most szépen 2 idegenbeli. És ez egy 2 fele, Zalaegerszegen. Hát igen, igen, ugye a Zete körment, az mindig Zete körment. Igen, azt hiszem, most Oroszlánban nyertek? Igen, most Oroszlánban. Na, hát az 2 Fellegvárban nyertek, ahol jó szurkolótábor van, ugye az Edét is nagyon várták, ugye új edző visszatért Magyarországra, ugye Csizmics. Tehát, és 2 szoros meccs volt. 2 szoros meccset, de lehozott a körment. Lehet. Mondjuk 2 forduló után még nehéz... Persze, nem lehet itt esélyesnek kikiáltani senkit. De hát azért nyilván nem mindegy, hogy most valaki 0-2-vel rajtol, vagy 2-0-vel rajtol. Persze. Viszont arról beszélgessünk már még, hogy én mindig szeretem, hogyha újonc csapat van, és hajlamos vagyok még drukkolni és szurkolni is nekik. És ez így van a Nyíregyháza esetében is. Ők átszálló jegyesek, vagy bár ugye 2 forduló csak, ami mögöttünk van.
Hát én erősen azt gondolom, hogy igen. Igen? Mert hát nincs olyan magyar a légiósok között, vagy körül, hogy esetleg ennél többre jók legyenek, rám is száfolhatnak természetesen, de én a jelenlegi mezőnyben őket tartom a legvalószínűbbnek arra, hogy amikor majd jön a play-out, akkor ugye még játszani kell 10 mérkőzést, vagyis 8-at, úgyhogy de persze lehet, hogy lesznek olyanok, amikről még egyelőre nem tudunk. Uh-huh. Mert például ugye, amikor a Debrecen följutott, akkor elég stabilan megvetette a lábát, aztán ami nekem különösen kedves, hogy az oroszlánynak se volt, mikor visszajutott, gyakorlatilag semmiféle kiesés nem jelen volt. Hát, vagy ha használjátok, a Berény is 10 évig ott volt. Hát, a Jádberény. Igen. Mert 2011-ben jutottak föl, és ugye 2021-ig lényegében 10 évig ott voltak. Uh-huh. De egyébként érdekes, mert hogy most a Nyíregyházáról jut eszembe, hogy még a hétvégi Kecskemét elleni hazai meccsükön még fél másodperccel a vég előtt győzelemre álltak, igen. És akkor kaptak egy triplát, de állítólag ők is dobtak egy triplát utána, de azt már hosszas videózás után nem adták meg. De hát várható volt, hogy amatt fél másodperccel, tehát... Fél másodperccel két triplát dobni azért, az halljuk, az azért nehéz elképzelni, ez tényleg sikerült. Vagy mint, nem tudom, emlékszel, ott a Szeged meccsen ott a végén 3,5 másodperc volt hátra az a videózás, és igen, akkor igen, a bíró igen, azt igen, mutatja, igen. Hogy mi azt gondoltuk, hogy mi jövünk. Igen. Mi jövünk, és kiderült, hogy a bíró után azt magyarázta, hogy azért intett felénk, hogy mi kértünk időt. Ja, értem. Mert ott fél másodperc, 3,5 másodperccel végelőtt videóztak a bírók, egy oldalra kipattant labdáit többen vetődtek. És hát egyik így jelezte, a másik úgy jelezte, és akkor végül videóztak, végül akkor ítélték így oda a Szegednek a labdát, de abból nem tudtak pontot dobni, hát az amerikai irányítójuk. Így van, pedig ő ráment a középtávolra, aztán ketten rázártak, és az is egy necces helyzet volt. Igen, lecsapdázták szépen. Igen. Mert láttunk már ilyen ér fütyülni. Hát igen, neccesnek tűnt, igen. De tiszta volt, mert ugye igen, azt is rengetegszer videózták, hogy és nem. Igen, ez körülbelül olyan volt, mint a vízilabdában, amikor a centert ketten fogják, és valaki bedobja oda a labdát, és a bíró semmit nem fogja. Igen. Hát most is volt ilyen a Kaposvár elleni meccsen, amin megint csak volt Konarik Ákosnak egy nagyon klassz látványeleme. Épp mondom, hogy ez Filipovistól lesz el körülbelül, mert neki voltak ilyen ejtései. Igen. És megint, tehát, hogy mit tudom, a lóbát, 2-3-at mindenki készült a hatalmas nagy lövésre, és egy nagyon lehellett finom ejtés, hogy így patty be a kapuba a labda, és a srác így megfordul a vízbe, és úszik vissza. Már mintha unná ezt a vizet. De hát továbbra is nagyon nagy kedvencem a srác. Igen, Konarik az egy nagyon ügyes gyerek, és 19-20 éves, és annyira feltalálja magát minden szinten, akár nyilatkozatokban, akár mindenütt, tehát ő belőle akár még olimpiai bajnok is lehet. Legyen is. Meg hát a vízben is találja föl igen, magát, mint de feltalálja magát ott is, igen. Nagy és egyéniség. És a kapus helyzet most, hogy... Hát Andris visszajött, így a Gárdonyi Andris 12 év után? Igen. Te írtad, hogy 2008-ban ment el innen Szolnokról, másodszorra. Igen. Hát meg szerintem a Bányai Márkkal le tudják hozni. Mm. Na jó, hát. Csak nem azt kérdezem, hogy le tudják-e, hanem hogy az eddigi meccseken... De hát, szerintem, mikor a Bányai Márk védett és helyettesítette Nagy Viktort, akkor szerintem nem voltak neki rossz meccsei. Igen. Vagy nézzünk igen, egy igen. Tavalyi Magyar Kupa döntőt, ugye 4000 néző előtt igen, a igen, hajósba, igen, és jól védett. Szerintem... Meg itt is emlékeztek a BVSZ-t, inkább ilyen két kiegyenlített képességű kapus van most a csapatnál, nem úgy, hogy van a Nagy Viktor, és akkor mögötte majd teljesen mindegy, hogy ki van, lehetsz akár te is, vagy én is. Erős túlzással, hanem van két közel azonos képességű. Hát nyilván kapus. A Viktor az Viktor, de hát persze. A Bányai meg már 10 évvel fiatalabb, tehát az Andrisnak meg ott a rutinja. Uh-huh. Meg hát ugye Gárdonyinak az is a feladata, hogy ilyen mentora is legyen a Bányainak. Igen, meg a másik kapusnak. Botannak? Örömpő Botannak. Igen. Uh-huh. Jó, szerintem jó
csapat lesz ez, kedves csapat lesz ez, a világ Badamassi, ugye a Holland Center már magyarul köszönt, tehát a Zsile már aprítja őket. Mert igen, a Csakarul is magyarul köszön egyébként de, a sportcsarnokban. De úgy, hogy a Zsilének ugye ez az elvárása, ami szerintem teljesen jogos, hogy itt egy időkérésnél nincs idő azt elmondani magyarul, angolul, szerbül, meg horvátul, hogy mit akarok csinálni, vagy mit akarok látni. Ott mindenkinek ezt a, nem tudom, 120-150 alap magyar szókincset el kell sajátítani. Igen, hát ha minden játékos úgy megtanulna, mint Zsile hát, magyarul, akkor tényleg sok magyar ajkú lenne a csapatban. Mert Zsile fantasztikusan megtanult magyarul. Igen. Na urak, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Péntek este? Falkó Atom. Péntek. Szombat, Falkó Szolnok. Falkó Szolnok. Szombaton? Igen. Szombat este 7 óra. Akkor lesz elfoglaltságunk. Akkor lesz elfoglaltságunk a tévé előtt. Igen. Vagy szombathelyen, ki tudja vagy még. Vagy szombathelyen, vagy a tévé előtt, vagy szombathelyen a tévé előtt, és akkor jövő hétfőn ezt is majd kivesézzük. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Önöknek köszönjük szépen a figyelmet. Jövő héten megpróbálunk már négyen lenni az asztalnál. Viszontlátásra! Műsorunk támogatója a Flirt Motorvonatok hazai gyártója, a Stadler Rail csoport.